Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harmat István, nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez a Pirkadat reggeli politikai magazin műsorunkat kezdenénk meg, hogyha a nagykövet úr nem mozogna, és a mikrofonja nem csörögne be ennyire. És akkor kezdjük. Mit is ajánlunk mára? Először is a naptárt. 5781. esztendőben vagyunk, Tisri havának 13. napja van, október 1-jét írunk, csütörtök van, és az esztendő 40. hetében vagyunk. Üdvözlünk minden Malvin utónevű nézőnket, minden lányt és asszonyt, aki most ad utódjának életet, ne felejtsék, megszületni sem könnyű. Életben maradni még nehezebb, de ha valaki mégis életben szeretne maradni, az csak őtőle függ. Például, hogyha ilyet használ, ezzel már megvédheti magát, és másokat sem fertőz meg, na meg ha betartja a higiéniai alapszabályokat, és úgy mos kezet, mint a filmekben a műtősök, amikor bemosakodnak, arról nem is beszélve, hogy megtartja a fizikai távolságot. Nézzék, nagykövet úr, milyen távol van tőlem, úgyhogy ha akarna, sem tudna ő engem megfertőzni, meg én sem őt, ha csak nem valami szellemi fertőzéssel. És akkor nézzük, hogy mindezek után hogyan segítenek nekünk a bankok élve maradni. Az euró középárfolyama 3.63.44, míg az angol font 400.44. Elég szépen mozog. A várható időjárás 11 és 17 fok között van. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelniük folyadékháztartásukra, tehát nagyon sokat inni, mindenfélét, bevenni a tablettáikat, most kinyitni az ablakot, rétegesen öltözni és hallgatni a beszélgetésünket. István, csinálj valamit, légy szíves ott a gépeddel, mert így nem lehet, még meg se szólaltál, és már recseg minden. Valami visszahangzik, úgyhogy talán a füledbe be kéne tenni. Rövid technikai felkészültség, amikor látjuk, hogy egy nagykövet, az nem csak nagykövet, hanem akár lehet űrpilóta is, és már is sikerül neki, hatalmasan begyújtja a rakéta motorjait, és akkor ma nem repülőszőnyegen, hanem rakétával megyünk. Ez már is gondolom könnyebb, már is nincsen visszahangzás, recsegés, és élvezhetik a nagykövet úr hangját. Szép jó reggelt! Még egyszer szép jó reggelt kívánok! Egy nagyon érdekes elemzést olvastam egy újságíró kollega tollából. Hát Örményországban a helyzet sokkal fokozottabb, erről korábban már említést tettünk, mint ahogy azt mi elgondoltuk, hisz Örményországnak van egy megállapodása Oroszországgal, ami szerint, ha jól értem, akkor 2040-ig az oroszok ott fognak tartózkodni. Ezzel szemben az ellenfél ugye már is egy repülőgépet lelőtt és nehéz fegyverzetet használ, mindez természetesen török támogatással. Akkor mi lesz ennek a vége? Ugye azt látjuk, hogy az azerieket támogató törökök nagyon erőteljesen beavatkoznak Azerbajdzsán oldalán, és én azt gondolom, hogy ez nem úgy kezdődött, hogy elkezdődött ez a konfliktus, és akkor a törökök elkezdtek segíteni, hanem ezek az előkészítésében is Törökország nagyon komolyan részt vett, hiszen nyilvánvalóan az a pár százra becsült szíriai harcos, akit Azerbajdzsánba vittek a törökök az azeriek támogatására, ugye az nem úgy volt, hogy kitörtek a harcok, és akkor este behajózták őket egy repülőbe, hanem valószínűleg már előre oda vitték. Tehát a törökök ezt előre tervezetten Azerbajdzsánnal együtt nagyon határozottan, amint a repülőgép lelövése is mutatja, csinálják. Az oroszok pedig kivárnak, ugye az oroszoknak jelentős erőik vannak Örményországban. De két katonai bázisuk van. Tessék? Mondom, két katonai bázisuk is van. Igen, tehát azon kívül, hogy Putyin felszólította
a feleket az ellenségeskedések beszüntetésére, és ugye az a ritka eset állt elő, hogy a biztonsági tanács gyakorlatilag egyhangulag hozott egy ilyen értelmű határozatot. Ugye de ezen kívül Oroszország egyelőre nem csinált semmit, tehát meglátjuk, hogy ez meddig tart. Azért azt el kell mondani, hogy alapvetően arról van szó, hogy Örményország majdnem 30 éve megszállva tartja Azerbajdzsán területének 20%-át. Tehát az azerieket lehet sok minden miért kritizálni kell is, de azért az alapkiinduló pont az az, hogy ők 20%-át elvesztették a területüknek, és semmi nem történt 30 év alatt annak érdekében, hogy ezt korrigálják. Na de ez az első alkalom, hogy az örmények valamit elérnek, hisz az örményeket, a török örmény viszály az egy iparszerű emberpusztításra vezethető vissza, amit természetesen a törökök mai napig nem ismernek el, és nem kértek bocsánatot érte. De hát ez az azerieket nem vigasztalja, hogy ők az áldozatok, akik most a hosszú történelmi sérelmek miatt megvigasztalják az ő kárukra az örményeket. Ugyanakkor nagyon érdekes, mint arról már beszélgettem egy másik szakértővel, hogy mind a két oldalon orosz fegyverek vannak egymás ellen, tehát az azeriek a GDP-jük 5%-át, ami egy hatalmas összeg, költötték bevásárlásra, ennek nagy részét Oroszországból szerezték be, addig, amíg az örményeknek nem csak, hát nem mondanám, hogy orosz zsoldosok, de orosz katonák és orosz fegyverzett bázisokkal van ott, és az ő fegyverzetük is orosz, illetve a korabeli szovjet fegyverek. Igen, hát azt gondolom, hogy Örményország azt gondolta, hogy ott náluk ott vannak az orosz katonák, meg az orosz fegyverek, és akkor nekik nem kell nagyon fegyverkezni, mert az elriasztja Azerbajdzsánt. Hát meglátjuk, hogy az elriasztás az már nem történt meg, hogy aztán most az oroszok mit tesznek Örményország érdekében, ez egy másik kérdés. Ugye ez egy fura dolog, ugye nem olyan régen volt egyfajta ilyen csendes forradalom Örményországban, ahol elindult egyfajta kvázi demokratizálódás, hogy ez most megáll, és az oroszok mondjuk ennek a visszafordítását fogják-e követelni Örményországtól, vagy egyáltalán nem avatkoznak bele, ezt nem tudjuk. Itt az alapvető probléma az, hogy a két ország mellett két magát nagyhatalomnak, hát mondjuk Oroszország egy nagyhatalom, de Törökországnak is nagyhatalmi törekvései vannak, ahogy látjuk a mozdulatait úgy a saját térségében, mint azon kívül. Mennyire a probléma a két kis ország között van, illetve mennyire inkább ezt a török befolyás növeli nagyra? Azért szóval Oroszországban és fegyvereitől eltekintve nem sokkal nagyobb hatalom úgy, mint Törökország, főleg a régióban is. Törökország sokkal agresszívabban képes és hajlandó használni az erejét, ahogy ezt látjuk Líbiában, Szíriában, sajnos a gázai övezetben és még más helyeken is. Tehát itt tulajdonképpen igazából az a nagy veszély áll fönn, hogy egy ilyen helyettesi háború alakul ki, jó esetben helyettesi háború, ami persze egy érdekes dolog, mert ugye az, hogyha megkérdezi valaki, hogy a oroszok és a törökök most szövetségesek vagy ellenségek, ezt erre nem lehet válaszolni, függ, hogy hol. Tehát ez a viszony, ez nagyon mutatja a mai kornak a bonyolultságát, hogy nem csak, hogy nem fekete-fehér a világ, hanem a paletta minden árnyalatát megtaláljuk. Kánt Csaba újságíró dolgozata szerint itt azért nem egyszerű a dolog, mert Szerbia július végén Belgrád gránavetőket szállított Jerevánnak, Izrael viszont az utóbbi években drónflottát adott el nekik. Tehát Azerbajdzsánnak a fegyverzetében azért megtalálunk komoly 21. századi technológiákat is. Igen, itt könnyű kipécézni Szerbiát azért, mert a legutóbbi időben néhány egyébként az Egyesült nem túlságosan befolyásoló fegyvert szállított Örményországnak. A török és az izraeli drónok, mert azért hozzá kell tenni, a törököknek nagyon fejlett drónjaik vannak, mint ezt látjuk Szíriában és Líbiában is. Ugye hát ezek a drónok, ezek átalakítják a hadviselést, és nagyon sok tekintetben fölülírják a régi szabályokat, amiket mondjuk még a 20. században láttunk, alkalmaztunk vagy alkalmaztak, és hát Azerbajdzsánnak nagyon okosan nagyon sok, és hát az izraeliektől tényleg a szuper minőségű drónja van. De ha jól értem a szerző hírmagyarázatából,
akkor Azerbajdzsán nem testvéri jóból választotta az izraelieket, cserébe ezért engedélyezi, hogy a területéről Izrael Irán elleni dolgokat hajtson végre, illetve a területéről megfigyeléseket hajtson végre. Ugye a jótékonysági intézmény és az állam az két különböző dolog. Az azeriek sem azért engedélyeznek Izraelnek valamit, mert túlságosan féloszlemiták lennének, és azt gondolnánk, hogy ezzel Izraelnek segítenek, bár segítenek. Ezt tudomásul kell venni a politikát, értékek alapján kialakult érdekek befolyásolják, és az érdekek az, ami vezérli a politikát, ezt a politikát is Izrael és Azerbajdzsán részéről is kölcsönös érdekek vezérlik. A kora reggeli Breyer Press hírügynökség vezető cikkének a címe az, hogy oda a demokrácia az ígéret földjén. Az éjszaka folyamán a Knesset képviselői megszavazták, hogy a koronavírusra való tekintettel nem szabad lakásuktól messzebb, mint 1 kilométerre tüntetéseket szervezni, és egyszerre nem lehetnek többen, mint 20-an. A törvényjavaslatot kezdeményezte maga a kormánypárt, és természetesen a miniszterelnök. Nem elképzelhető, hogy arról van szó, hogy nem lehet Netanyahu ellen tüntetni? Nem látom, hogy ettől a demokrácia veszélybe kerülne Izraelben. Az élet kerül veszélybe, és az élet a járvány miatt, és az élet védelme az fölülír nagyon sok más érdeket és értéket, legalábbis átmenetileg. Azt gondolom, hogy az izraeli Knesset az pontosan úgy működött, most úgy hozott törvényt, ahogy ezt a nemzetközi jog elvárja, hogy az alapvető emberi jogokat, azt mondja a nemzetközi jog, csak törvény által lehet korlátozni, és csak indokolt esetben. Én azt gondolom, hogy ez indokolt eset, és nem biztos, hogy kiabálni kellene, hogy ott az izraeli demokráciát félteni kellene ettől. Hogy ez kedvez Netanyahu-nak, vagy nem, hát nem tudjuk egyébként. Jair Lapid az ellenzék, mondom, hogy Jair Lapid az ellenzék vezére a Knessetben azt nyilatkozta, hogy az újkori zsidó állam fennállása óta először van, hogy a levezető elnök beleszól a parlamenti képviselő beszédébe és rendre utasítsa, hogy tisztességesen beszéljen a miniszterelnökről. És az ellenzék vezére, mint említettem, Jair Lapid meg azt állítja, hogy ez még példátlan volt, hogy megzavarják a szónokot beszédébe, illetve visszaéljen a levezető elnök azzal a lehetőséggel, hogy mikrofon van előtte. Arról nem is beszélve, hogy ennek a törvénynek az alapja az volt, hogy idáig lehetett tüntetni kapszula rendszerben, most viszont nem a járványról van szó, hanem a demokráciáról, mert a miniszterelnököt már zavarja, hogy előtte tüntetnek, lassan a 13. hete. Hát az, hogy a parlamentben vita van a levezető elnök és a szónok között, én azt gondolom, hogy ez elég sok demokráciában előfordul, nem kell nagyon messze menni, hogy ilyet lássunk. De én ezért nem nagyon aggódom az izraeli demokrácia miatt, inkább tessék megnézni a demokrácia hazáját, Nagy-Britanniát, hogy ott miket csinálnak egymással. Annak kultúrája van. Hát annak van kultúrája, igen, ma itt is lesz kultúrája neki. Izrael történetében ez először fordul elő, Covid-járvány se volt még Izrael történetében, amelyik ilyen súlyosan érinteni az országot, hát nem biztos, hogy itt most siránkozni kell, hogy akkor erre milyen reakciók történnek. Én azt gondolom, hogy ez, amiről most szó van, ez egy teljes mértékben megfelel a demokrácia alapvető előírásainak és elvárásainak, bár minden ország meg tudná ezt tenni ott a térségben. Kedves nézőim, íme a bizonyíték, a műsorvezető fölveti a labdákat, a vendég válaszol és megoldja akár Izrael belpolitikai problémáit is, és nagyon jól, hisz tényleg ez az első alkalom, illetve ez már a második etapja, hogy a Covid tizedeli Izrael lakosságát. Eddig tartott mai beszélgetésünk Gyarmati István nagykövettel, és most közkívánatra felvételről megismételjük Halász Jánossal tegnap készített telefoninterjút. Fogadják szeretettel, majd őt követi Kanász Nagy Máté, az LMP társelnöke, és még sok-sok érdekes vendég mára. Tehát akkor közkívánatra Halász Jánost megismételjük, utána jövünk vissza, tartsanak velünk!